hogy ne öljön a szénmonoxid. Kéménysepők ellenőrzik ezekben a hetekben a budaörsi kéményeket, de sokan nem engedik be őket. Újabb iskolai előkészítő indul. A Pázl gyermek képességfejlesztő tanodát együttműködési megállapodás keretében támogatja az önkormányzat. Hogy ne horkoljunk, az egészségügyi központban a légzés problémák és a horkolás kezelésére is van lehetőség. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kállai Lajos. Jó estét kívánok! A héten ismét ölt a szintelen szagtalan gáz, igaz, nem Budaörsön. Egy idős házas pár halt meg szénmonoxid mérgezésben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kótajon. Hogy hasonló eset ne történhessen, a kéményseprők segítenek, márha beengedik őket a lakásba. Elvileg ugyanis a kémények és a fűtőberendezések éves ellenőrzése kötelező, de sokan nem nyitnak ajtót, és a többszöri felszólításra sem reagálnak. Ők bírságra számíthatnak, és akár az életükkel is fizethetnek mindezért. Sajnos a tulajdonos az első értesítésen nem reagált, ezért hagyunk neki egy másik értesítés egy másik időponttal megjelölve. Sajnos az esetek többségében nem találja otthon a tulajdonost a kéményseprő többszöri egyeztetés ellenére sem. Sőt, olyan is gyakran előfordul, hogy annak ellenére nem engedik be az ellenőrzést végző szakembert, hogy otthon tartózkodnak a lakás tulajdonosai. Erre is láttunk jócskán példát a Deák Ferenc utcai ellenőrzés során. Pedig a tökéletlen égés, a rossz kémény vagy a hibás tüzelő berendezés rengeteg tragédiát okoz ma Magyarországon. Nem csak CO mérgezések és halálesetek fordulnak elő, hanem szilárdüzemű kémények és égéstermék elvezetők esetében pedig haláleset ugyan még nem, de vagyonvédelmi szempontból elég nagy károsemények történtek, akár Budaörsön is, vagy Pest megye szerte más területeken is sajnos. Kéménytüzek alakulnak ki, a kéménytüzekkel összekapcsolódóan a tartószerkezetek, vagy egész talán lakások és házak, ingatlanok égtek már le. Miből fakadnak ezek? A helyszíneken a kéményellenőrzések alkalmával, vagy a sajnálatos utólagos kéménybejárások alkalmával, amit a katasztrófavédelmi hatósággal egybekötve teszünk meg, fényderülnek olyan dolgokra, hogy a tisztítási feltételeknek egyáltalán nem felelnek meg az ilyen típusú kémények. Az elhelyezése ezeknek a tüzelőberendezéseknek nem igazán engedélyezett helyen van kihelyezve. Úgy értve, hogy mind a légutánpótlás oldaláról nem biztosított, vagy esetleg több különböző üzemű berendezés egy légtérben való elhelyezésekor mindegyik tüzelőberendezés a másiknak az üzemét gátolja és folytja, ezáltal is történtek mérgezések. Igazából mindig ugyanoda jutunk vissza, hogy egy ilyen baleset nem biztosan újabb mutogatással rá lehet mutatni, hogy egy bizonyos hibából fakad, ez több hibának a komplex összetett esemény folyamán fordul elő. Sajnos Budaörsön az elmúlt egy-két hónapban szénmonoxid mérgezésre és tűzesetre is volt példa. Legutóbb a Petőfi utcában égett le egy háztetőtere, feltételezhetően egy tüzelőberendezés hibájából. Erről akkor így számoltunk be a helyi polgárőrök segítségével. A kiérkező tűzoltókat már a lángoló tető fogadta, mint ahogy ezen az amatőr felvételen is látszik. A családi ház 160 négyzetméteres tetőtere teljes terjedelmében égett, és félő volt, hogy ha nem sikerül a lángokat megfékezni az erős szélben, akár a szomszédos házakra is átterjedhet a tűz. Kiérkeztünk ugye mi a helyszínre, elsődlegesen áramtalanítottuk, elzártuk a gázcsapokat, a környéken lakóknak szóltunk, jeleztük, hogy itt tűzeset van, próbáltunk, emberélet nem volt veszélybe, ezt jelentettük később a tűzoltóknak is. Majd utána kiérkeztek a tűzoltók a helyszínre, időt nem tudok mondani, mennyi idő alatt, mert nem az idővel foglalkoztunk, megszűnt az egész, tehát arra figyeltünk, hogy ne legyen probléma. Utána elvégezték a munkát, eloltották a tüzet, majd két főpolgárőr itt maradt a helyszínen, és biztosította a helyszínt a továbbiakban egészen reggel 8-ig, ha jól emlékszem. És egy óra magasságában érkezett tőlük a telefonhívás a mi ügyeletünkre, hogy értesíteni kellene a tűzoltókat, mert felparázslott ismét a tűz. Akkor pillanatokon belül megérkeztek a tűzoltók, és talán katasztrófavédelmisek is voltak velük, ezt most nem tudom pontosan megmondani. Majd hamar eloltották, és utána már nem is kellett őket többet riasztanunk. Én azt gondolom, hogy ha a kéményseprőből szolgáltató embereit beengedik a lakásukba,
az egy már egy jobb pont. A helyszínen talált hiányosságokra, a tanúsítványokon értelmezhetően felhívja az ott lévő kollega a figyelmet írásban a lakos részére. A tanúsítványok hátoldalán értelmező magyarázat szótár található, hogy ezek a hibakódok mit is jelentenek igazából, de ezt a kéményseprő kollégák a helyszínen el is mondják az illető használó vagy tulajdonos irányában, hogy ne legyen kétség afelől, hogy miről is van szó. Az szokott problémát okozni, hogy jelezzük a hibákat, inkább 100%-os lefedettséggel, ahova be tudunk jutni. Ez tényleg így is van. A javítási munkálatokat hanyagolják el a lakók, és ebből fakadnak ezek a sajnálatos események és mérgezések. Egy dologra még visszatérnék, még mielőtt a tüzelőberendezést elhelyeznénk egy helységben, és rákötnénk bármiféle égéstermék elvezetőre, csak úgy ezt ne tegyék meg. Ennek szintén komoly jogszabályi háttere van, hogy lehet legálisan egy tüzelőberendezést égéstermék elvezetőbe beköttetni, és annak is jogszabályi háttere van, hogy ezt az égéstermék elvezetőt a kéményseprőipari közszolgáltatókkal egyeztetni mindig kell, és a kéményseprőipari közszolgáltató nyilatkozata, pozitív nyilatkozata szükséges ahhoz, hogy mindenki megnyugtatóan használhassa továbbra is ezeket a égéstermék elvezetőket és berendezéseket. Szerencsére a tulajdonosok többsége fontosnak tartja az ellenőrzést, így lehetőség nyílik a berendezések vizsgálatára. Ellenőrizzük az alsó tisztítóját, hogy nyitható, illetve zárható-e. Megvizsgáljuk a kémény átjárhatóságát, átláthatóságát egy tükör segítségével. Vizsgáljuk, hogy az összekötő elem rögzítve van-e megfelelően. A kémény rögzítettségét is vizsgáljuk. Emellett megvizsgálják azt is, hogy van-e megfelelő levegőbevezetés az ingatlanba, és nincs-e káros anyag visszaáramlás a készülékbe. Visszaáramlás érzékelővel megnézzük, hogy nincs esetleg a deflektoroknál visszaáramlás a készülékből. Ha mindent rendben találnak az ellenőrzés során, akkor csak az ellenőrzés díját kell a tulajdonosoknak megfizetni. Ha a hibát vagy komolyabb problémát vesznek észre az ellenőrzés során, arról egy hibajegyzéket adnak át, és megkérik a tulajdonost a hibák javítására. Súlyosabb esetben akár a berendezések használatát is megtilthatják az élet és vagyonbiztonság érdekében. 2013. január 1-jével a Belügyminisztérium új kormányrendeletet bocsájtott ki, amelyben szigorította a háztartásokban található fűtőberendezések és kémények ellenőrzésének szabályait. Ami előírja azt, hogy a kétszeri látogatás egy típusunktól függően egy ingatlannál kötelező mind a közszolgáltató részére, mind a közszolgáltatást igénybe vevőnek a részére. Ezeknek a tanúsítványok és bizonyítási rendszereknél nagyobb változások az elmúlt időszakhoz képest nem történtek. Igazából a legbiztosabb megoldás az, hogy ténylegesen a kéményseprőipari közszolgáltató által kiküldött embereket, munkavállalókat, szakmunkás végzettségű munkavállalóinkat beengedjük a helyszínen, mert abban a pillanatban tudják mondani azt, hogy ez a helységben telepített tüzelőberendezések megfelelően működnek a hozzácsatlakozott égéstermék elvezetőkkel. Ha valaki többszöri felszólításra sem engedi be a kéményseprőket a lakásba azért, hogy a kéményeket és a fűtőberendezéseket ellenőrizhesse, akkor kétszer írásban kérik a tulajdonosokat a kötelezettség pótlására. Ha ez sem történik meg 30 napon belül, akkor értesítik az első fokú tűzvédelmi hatóságot, azaz a területileg illetékes katasztrófa védelmi hatóságot. Ők már határozottabban szólítják fel a tulajdonosokat az ellenőrzések elvégzésére. Ha ez a megadott határidőn belül nem történik meg, akkor már bírságot vett ki a tűzvédelmi hatóság az érintettekre. Iskolai előkészítőt működtet majd a Puzzle gyermek képességfejlesztő tanoda. Itt van a vezetője, Arató Andrea. Kezdjük. Jó napot kívánok! Régi ismerősök vagyunk, ön 94 és 98 között volt önkormányzati képviselő. Ez így van. Többet nem jelöltette magát, nem hiányzik a képviselőség? Mindenki rájön arra, hogy mi való neki és mi nem. Én úgy éreztem, hogy nekem nem az a pályám.
A képességfejlesztés az való önnek, tehát ezért gondolták úgy, hogy elindítanak majd egy ilyet? Ez egy nagyon érdekes dolog, ugye én 18 éves koromban kezdtem el a tanítással foglalkozni, illetve előtte már úszásoktatással és egyebekkel foglalkoztam, tehát gyerekek között vagyok, ez éppen a 38. tanévem. Ezzel teljesen véletlenül a képességfejlesztéssel, és ezzel a képességfejlesztő játszázzal teljesen véletlenül baráti körbe találkoztam. Az én gyerekeim akkor már nagyok voltak, viszont nagyon megtetszett, és miután ma Magyarországon minden ötödik gyereknek van valamilyen részképességzavar, a tanulási problémája, én így úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Alapvetően egészséges övezetbe levő gyerekekkel foglalkozunk, de olyanokkal, akiknek valamilyen problémája van, illetve képességfelmérés alapján prevencióval is. És ez a dolog nekem nagyon-nagyon tetszett, mert úgy gondolom, hogy ha valamikor, akkor most ezre nagyon nagy szüksége van a gyerekeknek. Úgy fogalmazott, hogy ha valami problémája van, ez hol derül ki? A szülőnek kell arra rájönni, hogy az én gyermekem valószínűleg diszlexiás, vagy bármilyen problémája lesz, nem úgy ejti a szavakat, nem olyan a szókincse. Tehát mi az, amire rá kell jönni a szülőnek, és mi az, amiben segítséget kaphat a különböző ezzel foglalkozóktól? Hát ugye a gyerek az egy olyan, olyan érték, amire mindenki figyel. A gyerekeknek ugyan most már kötelező óvodába járni, az óvónők, és Budaörsön csak dicsérni lehet az óvodai ellátást. Nagyon magas szintű, nagyon szép óvodákba járnak a gyerekek, vannak az óvodákban fejlesztő pedagógusok, tehát kiszűrik, kijelzik a szülőnek. A szülő, én egészen biztos vagyok benne, hogy tapasztalja, csak nem biztos, hogy észreveszi. Nem biztos, hogy tudja, hogy ebben a korban, ebben az életkorban, ebben a szakaszában ez már nem jó esetleg, hogy van. Persze van olyan, aki egy kicsit később fejlődik, és hogyha egyszerűen csak kíváncsi, hogy jó helyen van-e a gyerek, azon a szinten van-e, akkor ha kedve van rá, és szeretné tudni, hogy hol tart a gyermek, akkor elhozhatja hozzánk egy képességfelmérésre. Nálunk egy 50 perces felmérés alatt a Magyar Tudományos Akadémia mérése alapján, és a nevelési tanácsoval, adóval, szakszolgálattal kapcsolatban léve az alapján, a felmérés alapján, mi is ugyanolyan képességfelmérést csinálunk, ami az agyi terület minden egyes részképességét méri, és a szülővel utána a gyógypedagógusunk megbeszéli, hogy rendben van-e minden, ha van eltérés melyik irányba, pozitív, kiugró a tehetség egyik rész képességénél, vagy pedig van olyan, ahol lemarad. Ha szeretné, hogy ezt a területet mi fejlesztjük, tehát tudjuk jelezni neki, akkor tud hozzánk járni képességfelmérésre, ahol komplexen vagy célzottan azt a területet fejlesztjük. És ugye mielőtt a médiahatóság megbüntet bennünket, hogy ez egy reklám, el kell mondjuk, hogy a dolognak az az apropója, hogy az önkormányzat döntött arról, hogy önökkel megállapodást köt. Tehát akkor mindezt ingyenesen lehet majd igénybe venni, ugye? A budaörsi gyerekeknek lesz ez ingyenes, miután az önkormányzat valóban kötött velünk egy megállapodást, hogy a budaörsi gyerekek, azok a gyerekek, akik annak ellenére, hogy a hatodik életévüket betöltötték, és iskolába kellene menni, de valamilyen jelzés alapján az óvodai nevelő, a nevelési tanácsadó, vagy a szakszolgálat, vagy a szülő együttes döntése alapján nem mennek most még iskolába, őnekik lesz alkalmuk arra nálunk, hogy 10 fős kis csoportban, mert ez maximum 10 fő, és ez azért fontos, mert ez az ereje az egésznek. Az, hogy kis csoportban kapnak még egy évet arra, hogy ne belezuhanjanak egy iskolai életbe, ahol esetleg valamilyen kis részképesség hiány miatt, vagy például testi fejlettség, hogyha valaki 6 éves korára nem éri el azt a 120-130 centit és a 20-22 kilót, akkor nyilvánvalóan fáradékony lesz, ő nem fogja tudni ezt csinálni, kap még egy év laufot, és mi gyakorlatilag játékosan, kis csoportba, nagyon nagy szeretettel, viszont egyére szabott fejlesztéssel tudjuk őt átvezetni ezen az egy éven, hogy jövőre sikerekkel tudja kezdeni a tanévet, hiszen első év csak egyszer van, és ez meghatározó.
Ezt akkor úgy kell érteni, hogy ez nem azt jelenti, hogy hetente egyszer, kétszer, háromszor elviszik a gyermekeket, hanem azt jelenti, hogy ő befejezi az óvodás korszakát, egy évig jár önökhöz, majd utána megy az iskolába. Így van. Van nálunk olyan fejlesztés is, tehát az, amiről az előbb beszéltem, hogy a szülő elhozza, felméri és fejlesztik, az valóban heti egyszer vagy kétszer meghatározott időpontban tudnak eljönni hozzánk, vagy fejlesztésre, vagy preventív foglalkozásokra, de ez, amire most a képviselőtestületet is nagyon szeretném megköszönni, ezt a hozzáállást, amit az önkormányzat gyakorlatilag és a képviselőtestület gyakorolt, mert teljes segítséget kaptam mind az oktatási osztály, mind pedig a testülettől. Tehát látják, hogy erre szükség van, és ez nagyon jó, hogy nem csak látják, hanem támogatják. Ezek a gyerekek, ezek ugyanúgy, mint az óvodában, reggeltől délutánig ott lesznek. Képességfejlesztéseket fognak kapni játékos formában, illetve, ami nagyon-nagyon fontos, nagy mozgásfogok, amit én pluszban hozzá szeretnék tenni, nyilván nem megtagadva a testnevelő múltomat és azt, hogy a úszodában úszásoktatással foglalkozom, hogy mi hetente kétszer hozzá fogjuk rakni az úszásoktatást, illetve a terápia szinten a gyógyúszást, valamint nálunk még egyéb terápiás foglalkozások is vannak, például ilyen az alapozó terápia, akinek a nagy mozgásban van eltérése, azokat is tudjuk ott gyakorlatilag kezelni, illetve foglalkozást adni erre. Mindez szeptemberben indul. Tudják-e már, hogy mekkora lesz erre az igény, vagy csak most várják a jelentkezőket? Mi van, ha túl sokan jelentkeznek? Mi van, ha túl kevesen jelentkeznek? Hát a mi engedélyünk egyrészt az önkormányzal megkötött szerződés alapján is 10 főre szól, másrészt ugye az a ház, ahol mi ezt csináljuk, a képességfejlesztő játszóházunk is, gyakorlatilag ezt a létszámot bírja el. A másik, hogy ahogy mondtam, a sikere ennek pont a kis létszámban van, tehát én 10 főnél többet nem tudok foglalkoztatni. Mi van, ha 20-an jelentkeznek? Hát ez egy érdekes dolog, mert két termem van, tehát ha ez lenne a teher, akkor nyilván időben tudnánk rugalmasan változtatni ezen, mert akkor egy újabb 10 fős engedélyt kell kérni, amihez természetesen újabb fejlesztő tanár, illetve gyógypedagógus kell. De én szerintem miután van a városban még ilyen jellegű foglalkozás, talán elég lesz. Most nyilvánvalóan az önkormányzat azért lépett errefele, mert eddig kevés volt. Mi utána néztünk, és a Mincentében van lurkócsoport, illetve a Vitamaxi családi napközés indít hasonlót. Ott is arról van szó, hogy akkor egy éven keresztül oda járnak a gyerekek? Így van, mind a kettő. Tehát a lurkó az egy nagyon régi, úgymond már hagyományokkal rendelkező. Épp ez volt a probléma, tehát a folyamatos kapcsolat a nevelési tanácsadóval, ők ajánlották, hogy mindenféleképpen próbáljuk ezt meg, mert hogy nagyon sok az ellántandó gyerek. Ma Magyarországon teljes hivatalos statisztika alapján minden ötödik gyereknek van valamilyen problémája. A jelzések alapján, amit a vezető óvónőkkel, illetve szintén a nevelési tanácsadó és a szakszolgálatokkal jeleztek felénk, nagyon sok a beszéd probléma. A hibás beszéd, eleve a késői beszéd, tehát hogy nem indul el a beszéd, a beszédérzékelés és a beszédbeindulás. Ez ma minden ötödik gyerek. Ha ez nem sikerül és bekerül az iskolába, ez a gyerek nehezen tud majd írni, olvasni, ennek megfelelően ugye nem lesz sikerélménye, már úgy kezdi, hogy az egésztől elmegy a kedve, illetve nyilvánvaló, mert nem tud teljesíteni, magatartás zavaros lesz, mert ez óhatatlan olvasás és írási zavarokat fog okozni. Mennyire lehetnek eredményesek? Tehát ugye akkor minimum 3 helyen van erre lehetőség a városban. Van-e valami összehasonlítási alap? Tehát amikor a szülő azt mondja, hogy erre szorul a gyermekem, akkor kit válasszon? Milyen szempontok alapján döntsön? Hát ez olyan dolog szerintem, teljesen egyéni saját véleményem, mint az iskola választás. Hogy el kell menni, meg kell nézni, és ki kell választani, hogy neki mi a szimpatikus. Nem kell megijedni, nyilvánvalóan, miután a gyerekről van szó, és ez nagyon-nagyon fontos. Tehát mondtam, kétszer először kezdeni nem lehet. És az első a meghatározó. Meg kell menni, meg kell nézni, amelyik szimpatikus, és amelyikben úgy érzi, hogy biztos a gyerek, oda kell elvinni. Én úgy gondolom, hogy mindenki a legjobbját szeretné adni ebbe.
mert ez fontos. Ez fogja megszabni, hogy utána gyerekeket hoznak-e hozzánk. Én egészen biztos vagyok benne az eredményességében, miután mi nálunk ebbe a játszóházunkba már 5 éve folyik fejlesztés, és gyakorlatilag bölcsödére, óvodára és iskolára is készítünk fel. Nem így, hanem csak ugye heti egy vagy kétszeri felkészítéssel, illetve nyári táborokat indítunk iskola felkészítésre, és tudom az eredményt, mert azok a szülők, akik hozzánk jártak, azok ugye jelzik az eredményt, és hogyha például egy olyan iskolába viszik, mint itt az osztrák iskola, és ott a felvételén azt mondják, hogy mit csináltak evel a gyerekkel, mert hogy ilyen jók az eredmény, és hogy nem ijedt meg a feladatoktól és egyébek, és oda járt hozzánk, nyilván az a szülő örömmel jön oda és mondja el, illetve látja a fejlődést, ha egész tanévben hordja heti egyszer-kétszer, hogy mennyit fejlődött a gyerek. Amíg ezt mondta, azon gondolkodtam, hogy 10-20-30 évvel ezelőtt nem voltak ilyen lehetőségek. Ez azt jelenti, hogy akkor nem voltak ilyen problémás gyerekek, vagy akkor csak nem foglalkoztunk vele? Ha tetszik, hanem megváltozott a világ. Tehát a szülők egyik része attól rettek, hogy elveszti a munkáját, az egyik fele napi 2-3 munkahelyre jár, a másiknak nincs munkája. Fusztrált, ideges lett, rohanó lett a világ, ezáltal, ha tetszik, hanem kevesebb időt jut a gyerekekre. Elmarad a meseolvasás, ami rettentő sokat jelent. Ehelyett leültetik a tévé elé, ahol ellenőrizetlenül néz filmeket, és tudjuk, hogy a meseolvasás és a mesenézés az két teljesen különböző feladat. Tehát teljesen más. Így megszűnik a szülővel a kapcsolat, a gyerek ül a tévé, számítógép előtt, ő is ideges lesz, ő is több dolgot csinál egyszerre, és emiatt megváltoztak a gyerekek, tehát több lett. Régen nem volt ennyi. Amikor én voltam gyerek, nem is ismerték a fogalmat, hogy hiperaktív, meg diszlexiás, meg diszgráfiás, nyilván kevesebb volt, most sajnos ez van. Meg kell felelni egy olyan világnak, ami nem biztos, hogy tetszik. Tehát olyan mérvű változás jön egyik évről a másikra a gyerek életében, a bioritmusa megváltozik, feladatokat kell megcsinálnia. Nem, megszűnt az ismerős környék, már nem az az óvónéni van velem, nem ugyanaz a gyerek, és ez nagyon sok gyereknek sok. Hol lehet önöket megtalálni, egy telefonszám, egy cím, aki szeretne belenézni a munkájukba? Nagyon szívesen. Mi a Puzzle képességfejlesztő tanoda vagyunk, és terápiás központ, és a Budapest út 87 alatt találnak meg minket, és a telefonszámunk az 0620-935-1537, és terápiás tanoda budaörs.hu. Ott találnak meg minket. És mindez a budaörsieknek ingyenes. Így van, miután a képviselőtestület ezt megszavazta, a budaörsi gyerekeknek ez. De a budaörsi bejelentett lakással rendelkező gyerekeknek. Arató Andrea, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Nagyon szépen köszönöm. A horkolása legtöbb ember szerint csupán kellemetlenség, főként a házastársaknak vagy a szobatársaknak, pedig valójában a horkolás veszélyekkel járó alvászavar is lehet. Az idei évtől erre is van megoldás a budaörsi szakrendelőben. A rendeléseket dr. Buda Bernadett vezeti, a szakterület egyik specialistája. Jó napot kívánok! Julianna, hogy érzi magát? Köszönöm szépen, jól, egy kicsit megdobult az orrom. Pörkök esetleg, vagy véres váladékot tapasztalt, ürült egy véres picit az orrából. Véres váladék is van, és a pörkök is jönnek folyamatosan. És hogy tapasztalja az orrlégzése, egy picit talán jobb lett már, vagy még nem tapasztalja nagyon a javulást? Napközbenre már jobb, de éjszakára azért még mindig bedugul, úgyhogy még mindig a szájamon tudom csak a levegőt venni. Hát körülbelül 2 hete volt ugye ez a beavatkozás, most valószínűleg egy pici pörköt még ki fogunk venni az orrából, használni kell majd ezt a sós orröblítést, és egy olyan jó 2 hét múlva szükséges majd megint egy kontroll, belenéznék az orrába, nem fog fájni semmi. Szabó Júlia súlyos légzés problémákkal kereste fel dr. Buda Bernadettet a Kossuth utcai rendelőben. A doktornő műtéti beavatkozást javasolt, amelyet el is végeztek az egynapos sebészeti részlegen kiváló eredménnyel. Egy ideje már nem kaptam levegőt, és a házi orvosom azt tanácsolta, hogy keressek meg egy fülorgégész szakorvost, mert valószínűleg valami komolyabb problémáról is lehet szó, mint egy megfázás. Ezért eljöttem a doktornőhöz, aki elmondta nekem, hogy orkagyló meg nagyobb adásom van, és emiatt nehéz a légzés.
légzés, és emiatt produkálom állandóan a megfázásnak, vagy az allergiának a hasonszőrű tüneteit. És mik a tapasztalatok a műtét után? Hát most már sokkal jobban érzem magam, sokkal jobban kapok levegőt, és hát annak ellenére, hogy még nem teljes a gyógyulás, annak ellenére érezhető a különbség, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy megtettem ezt a lépést, és megműtettem magam. Idén már nem csak légzéskönnyítő műtétek elvégzésére van lehetőség a budaörsi egynapos sebészeti részlegen. Január 1-jével elindult az úgynevezett horkolás ambulancia is, amely sokféle megoldást kínál a kellemetlen probléma kezelésére. Én körülbelül 6 éve foglalkozom fülorgégészeten belül kifejezetten a horkoló betegek ellátásával, és hát saját tapasztalataim azt mutatják, hogy valóban nagy az igény erre a probléma, ennek a problémának a megoldására. Az alapvető dolog ezeknél a pácienseknél természetesen a kivizsgálás, látnunk kell azt, hogy mi az, ami ezt a horkolás panaszt okozza. A horkolásnak alapvetően ugye két formáját különíthetjük el. A betegek egy része az úgynevezett jóindulatú horkoló beteg, akiknél idézőjelben csak a hangeffektus van, teljesen egyenletesen veszik a levegőt alvás közben. Ez a hangeffektus viszont, amit alvás közben produkálnak, ez rendkívül hangos lehet, és a hálótársat zavaró tényezőként szerepelhet. Ezzel a problémával nyilvánvalóan akkor kell foglalkozni, hogyha ez valóban zavaró és életminőség rontó hatásként szerepel akár a hálótárs számára, nagyon sok ilyen eset is van. A horkolásnak a másik formája az, amikor alvás közben nem csak a hangeffektus van meg, hanem hosszabb, rövidebb időre a beteg nem vesz levegőt. Ez, ami ugye veszélyes fajtája a horkolásnak, ezt alvási apnoénak vagy alvás közbeni légzés kimaradásnak nevezzük. Ez azért veszélyes, mert a légzés szünetek kapcsán a szervezetben lecsökken a véroxigén szintje, ez egy ilyen stressz reakciót vált ki a szervezetből, a betegeknél úgynevezett mikroébredések keletkezhetnek, nem lesz pihentető az alvásuk, és nagyon sok más betegségnek a rizikófaktora lehet ez a probléma. Ezekben az esetekben többnyire csak a műtéti beavatkozás segíthet, itt mindenképpen fontos orvoshoz fordulni. Persze minden egyes eset egyénre szabott, ezért alapos kivizsgálás szükséges, amelyre már Budaörsön is van lehetőség. Két irányú tulajdonképpen ez a vizsgálat. Az egyik irány az, hogy átnézzük a felső légúti területet. Ez egy hagyományos fülorgégészeti vizsgálatot jelent, amit akár eszközös vizsgálatokkal egészítünk ki. Tehát átnézzük a felső légúti területet, hogy van-e valamilyen alkati vagy anatómiai eltérés, ami a probléma hátterében állhat. Illetve hát nem kihagyható része a betegek kivizsgálásának, hogy az alvásukat is megnézzük, magyarul szükséges egy részletes alvásvizsgálat. Erre itt az intézetben olyan módon van lehetőség, hogy itt olyan készüléket használunk a páciensek számára, amik otthonra kiadhatók, tehát otthoni alvásvizsgálatot tesznek lehetővé, a betegnek nem kell sehova befeküdni. Ha a felmérések alapján a műtéti beavatkozás javasolt, azokat január 1-től már a budaörsi egynapos sebészeti részlegen is el tudja végezni a doktornő, igazán kényelmes és modern körülmények között. Horkoló páciensek esetében a felső légutak területén nagyon gyakran láthatunk különböző tipikus elváltozásokat. Ugye problémás lehet esetleg a betegeknek az orrlégzése, rosszul kapnak levegőt az orrukon, ez esetleg nyitott szájjal alvást eredményez, ami aztán fokozhatja a horkolást. Ezen kívül nagyon gyakran látható a lágy szájpadnak például a megereszkedettség, az ellazulás, a nagy tömeges nyelvgyök, nagy mandulák, szűkület a garatban, amik mind ahhoz járulnak hozzá, hogy alvás közben a felső légutak területén szűkület jön létre, és ahogy a páciens veszi a levegőt, ezen a szűkületen felgyorsul a levegőáramlás, és ez a felgyorsult levegőáramlás az, ami berezegteti a légutak ellazult szakaszait. A műtéteket nagyon modern technológiával tudjuk elvégezni. Itt szóba jön ugye a műtéti beavatkozások között esetleg a lágyszájpadnak a feszesítése vagy a korrekciója, hiszen ez az, ami általában rezeg és a hangeffektust kiadja. Akár a nyelvgyöki területet is tudjuk egy nagyon picit csökkenteni kisebb beavatkozásokkal. Szükséges lehet a mandulának akár a kivétele vagy annak a csökkentése, illetve hát orrlégzést javító beavatkozások
elvégezhetők. Ezeknek a beavatkozásoknak elég nagy része elvégezhető egy napos sebészeti beavatkozás formájában, aminek óriási előnye az, hogy a páciensnek nem kell hosszú napokat a kórházban tartózkodnia, hanem a műtét napján természetesen hazamehet, itt nagyon komfortos, kényelmes körülmények között történik a műtét. És hát az egynapos sebészetnek a lényege az, hogy modern technológiákat próbáljunk meg alkalmazni, hiszen ez teszi azt lehetővé, hogy a betegek minél gyorsabban gyógyuljanak. Dr. Buda Bernadett többféle újdonságot is alkalmaz a műtétei során. Az egyik ilyen például a rádiófrekvenciás beavatkozás, amely sokkal kisebb érzéssel és sérüléssel jár, és gyorsabb sebgyógyulást tesz lehetővé. Emellett igazi unikum az úgynevezett alvás endoszkópia, amelyet a doktornő szinte egyedüliként alkalmaz jelenleg Magyarországon. A műtéti beavatkozásoknak egy rendkívül érdekes változata az, amit hát szinte unikálisan alkalmazunk itt az intézetben, ami bár műtétnek nevezhető, de mégis egy nagyon fontos diagnosztikai eljárás lehet. Ezt úgy hívjuk, hogy alvás endoszkópia. Ugye nagyon sok esetben a terápiát azzal tudjuk hatékonnyá tenni, hogyha tudjuk azt, hogy hol van a probléma, a felső légutak melyik területén alakul ki leginkább a szűkület, ami aztán a horkolást okozza. Ez nagyon sokszor, hogyha éberen vizsgálunk egy beteget, nagyon pontosan nehezen állapítható meg. Ez az alvás endoszkópiás beavatkozás, ez számunkra azt teszi lehetővé, hogy műtői körülmények között egy felszínesen ható altatószerrel elaltatjuk a beteget, pont annyira csak, hogy elkezdjen a szemünk előtt aludni és horkolni, és a horkolás, a produkálása közben egy nagyon vékony, hajlékony ilyen kamerás endoszkóppal át tudjuk nézni a felső légúti területet, és lehet látni valós időben a horkolása, vagy esetleg a légzés kimaradása közben, hogy hol történik a rezgés, melyik területe rezeg a felső légúti területnek, hol történik a szűkület. Ezzel ugye rendkívüli hatékonysággal lehet majd aztán a későbbi terápiát megállapítani. Ez például egy különleges és unikális módja ezeknek a betegeknek a minél korrektebb ellátásának. Bár statisztikailag az átlagos férfi populációnak 25%-át, míg a nőknek csak 5%-át érinti a horkolás, ennek ellenére nem tekinthető tipikusan a férfiak problémájának. Ráadásul a kor előre haladtával a horkolók száma nő. Ezért, ha ez már kínossá válik, egyáltalán nem árt senkinél a probléma orvoslása. Hamarosan kezdődik Bétót László műsora, az Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó. Ma este Dinnyés József daltulajdonos lesz a vendég, de előtte megmutatjuk, hogy milyen programokkal várják Önöket a hétvégén. Az Echonald nevű rockbanda lép fel az IFI klubban ma este 8 órától, ha sietnek, még odaérnek. Ne feledkezzünk meg a hölgyekről, szeretettel vár mindenkit nőnapi ajándékkészítésre a Régészeti Múzeum családi játszóháza szombaton 10-től 13 óráig. A Chameleon Jazz Band nőnapi koncerttel várja a közönségét este 7 órától az Adler kávézóban. Élőzenés táncoktatás keretében próbálhatják ki a balkáni és görög táncokat szombat este 6 órai kezdettel a Városi Klubban. A Szárnyaló Sólyom hagyományőrző IASZ klub szervezésében IASZ tanfolyamon vehetnek részt az érdeklődők a Csiki pihenőkertben minden vasárnap 9.30-tól 13 óráig. Lantos Gábor, a Világjárók rendezvénysorozat következő vendége tart előadást hétfőn este 6 órai kezdettel a Művelődési Központban. A kalandor többek között arról is mesél, hogy a mínusz 31 fokos svédországi télben a nyílt pályán megállította a vonatot, meglátogatta a föld legészakibb pontján élő magyar nőt, és megkóstolta a tőkehal nyelvmozgató izmát. Budaörs rejtett kincsei címmel kiállítás megnyitóra invitálja a budaörsieket a 21. század magyar drámájáért alapítvány, szintén hétfőn este 6 órára a Városháza aulájába. A rendezvényen bemutatásra kerül a Budaörs rejtett kincsei című kiadvány, és díjazzák a pályázat nyerteseit is. Lesz a hétvégén élő sportközvetítésünk. NB1-es női kézilabda csapatunk Pénzügyőr elleni mérkőzését láthatják vasárnap 17 órától. Persze a meccset szerdán este meg is ismételjük majd. Elérhetőségeinket már biztosan nagyon jól ismerik. Hívjanak minket a 424-750-es telefonszámon, vagy írjanak nekünk a szerkesztőség@bvtv.hu címre, vagy látogassanak el a bvtv.hu oldalra, ha lemaradtak valamelyik műsorunkról.
Én köszönöm az egész heti figyelmüket, és további szép hétvégét kívánok. Önök viszont ne menjenek sehová, mert kezdődik Pétót László műsora. Viszontlátásra!